Csináljuk együtt a következő trükköt. Ehhez nem kell semmi más, mint egy csomag francia kártyából. Valójában 4 darab kártyalap. 1, 2, 3, 4. Vedd elő te is, kérlek szépen. Szóval kell. 1, 2, 3, 4. Mondom, vedd elő a 4 kártyát. Megvárom. Ráérek. Jó. Szóval, mondom, hogy ezt a feladat nagyon egyszerű. Pontosan ugyanazt kell csinálnod, amit én. Tehát, itt van 4 darab kártyalap, mindegyiknek a hátoldala van fölfele, és nem fogod eltalálni, de a képoldala van lefele. Szóval, megfogod az első kártyalapot, ami a csomag tetején van, megfordítod képpel ellentétesen a többihez, és berakod a csomag alá. Oké? Eddig tudod követni? Szuper. Jön a következő lépés. Megfogod megint a legfelső kártyalapot, és ezt csak így szimplán berakod a csomag alá. Vág ez? Nagyon jó. Most az egész csomagot megfordítod, szuper, benyúlsz a csomag legaljára, és a legalsó kártyalapot is kiveszed, megfordítod, majd visszarakod. Nagyon jó. Most már csak egyetlen egy lépés van, megfogod a legfelső kártyalapot, és megfordítod. Ennyi az egész, és ha mindent jól csináltál, akkor mindegyik kártya pontosan ugyanabba az irányba néz. Úgyhogy nem volt olyan bonyolult ez a trükk. Ha sikerült nektek, kérlek írjátok meg kommentbe, ha nem, nézzétek meg újra a videót. Én Németh Gábor vagyok. Sziasztok!